Na hát, sziasztok! Most egy főzős videóval, és nem aztán kiászolunk, nem mindegy. Most egy főzős videóval fogok, vagy egy főzős videót fogok csinálni. Igen, egy főzőse. És igen, nem tudom, hogy milyen hosszú lesz, amúgy elmondtam, hogy uborka salátát fogunk készíteni, tehát igen. Nagyon egyszerű, ti is megcsinálhatjátok. Igen, tehát most következik egy vágás. Na, tehát itt vagyunk, és akkor egy csendtintésre meg lesz a hozzávaló. 3, 2, 1. Na, tehát itt is van minden. Igen, és akkor kezdjük el, hogyha ti is akarjátok ezt megcsinálni, akkor nézzetek. Na. Tehát kell ecet, egy uborka, kanál, rán, uborka, igen, és cukor. Először a kanál. Oké, aztán jöhet az etet. Mondjátok, következik egy vágás. Na, itt vagyunk a vágásból. És nem 4 kanál cukor kell, hanem 5 kanál cukor kell. Aztán jöhet az ecetecske. Mondtuk egy vágás. Na, tehát itt is lennénk a vágásból. És megmutatom, hogy mennyi ecet kell. Ja, bocsi. Áll. Úgy. Ennyi. Oké. Visszalakom a kamerát. Bocsi. Úgy egy kicsit. Kocsika. Oké, ezután hideg víz, hideg. Úgy kb. Ennyi hideg víz, bár ez lehet, hogy túl sok, na mindegy. Először egy kis így csináltunk, csak akkor még nem volt csatornán.
Oké. Ezután meg, hova lett a kanál? Ja, itt van. Összekeveri úgy, hogy a cukor az felújtódjon. Tehát látjátok, hogy nem oltó. Ott fel a cukor, mert hogy majd én várjatok. Következik egy vágás, mert hát ez túl sok idő. Na, vágás. Oké, miután kész vagyunk, tehát megmutatom, hogy az alján semminek se kell lennie. Azt nem baj, hogyha egy-két szem, de azért ne legyen kámjó semmi. Bocsi, csak közben eljött a tesóm. Oké, most meg bontsuk ki ezt az uborkát. Csak Erik anyatirekről lennémított, hogy hallatszott, de akkor nagyon halkan csinált már, oké? Na, tehát itt vagyok, ugye kibontottuk az uborkát. Egy percet várjatok, vágás. Na, oké, tehát a... Oké, óvatosan, oké se. Kepjünk, hogy ezt itt levágjuk. Igen. Ezután meg meghámozzuk a híjat, mert híjjal van nem jó. Tehát amikor, hogy ne innen, hogy magad fel. Felé, tehát ne így, hanem így. Oké? Na, meg is mutatom. Tudom, lehet, hogy egy kicsit szóval, de megmutatom. És itt a készen vagyok, megfordítjátok, és így kell. Oké.
így kell kinézni a vágás, mert igen. Oké, tehát itt vagyunk, és mesélek, kell ez, igen. És hát akkor most szeleteljük. Na, mert ti szóborkás ez is. Ma amúgy már kettő videót fogok csinálni, mert még délután is fogok egyet. Ez belesett. Oké, ez már. Oké. Hogyha mondjuk ilyen lett, akkor törölnétek le, vagy szedjétek le, tegyétek bele az ubisajba. Oké, és hogyha felszeleteltél egy ilyet, akkor hát így néz ki szépen. Aztán még ezt is össze kell keverni. Tehát ezt is össze kell így keverni. Na, ezért mondtam, hogy nálam. Kértok bele ennyi visszat, mennyit én raktam már, de most túl sok. Mostan már itt nem van. Egy kicsit keverjétek minden. Még egy kicsit keverjétek. És kész is vagyunk, kosoljátok meg. Én szerintem jó lett, hogyha meg akarjátok csinálni, akkor csináljátok is, hogyha megcsináltátok, akkor írjátok kommentbe azt, hogy nektek milyen ízű, vagy ki szereti a szoborkát, ki nem szereti. Igen, és ugye amíg akartok ilyet, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Császtok!